a mai napra a Kossuth Művelődési Központ csoportjainak ünnepi előadását tekinthetik majd meg. Ők készültek, és a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai verssel, valamint Kotán Sándorné tanárnő szintén verssel készült erre a napra. Ezzel a műsorszámmal fogjuk kezdeni a programunkat. Kányádi Sándor Valaki jár a Fákhegyén című versét szavalja el Kotán Sándorné. Kányádi Sándor, valaki jár a Fákhegyén. Valaki jár a Fákhegyén, ki gyújtja s oltja csillagot. Csak az nem fél, akit a remény már végképp magára hagyott. Én félek még, reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a Fákhegyén, vajon amikor zuhanok, meggyújt-e majd az én tüzemnél is egy csillagot? Vagy engem is egy sötétlő maga összenyom, s nem villantja fel egy megszülető csillagon? Valaki jár a Fákhegyén, mondják, Úr minden porszemen, mondják, maga a remény, mondják, maga a félelem. Thank you.
az enyének. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ó, hát Úré, itt vagy, szép karácsonyest! Már a búba itt hagy, könnyül a kereszt. Boltján búsegennek, csillagfény ragyog. Nékem énekelnek ma az angyalok. Az az angyalének áldott békehír. Szívennek, szegénynek, drága balzsamír. Az a fényes csillag, hajnal csillaga. Ó, mi ékes csillag, Krisztus az maga. Ó, hát Úré, itt vagy, égi szent király. Hogy kik ajtót nyitnak, hozzájuk beszállj. Térd be én szívembe, ó, te hű barát, és lakozzál benne mindörökre hát. Yes!
Té Anna. Hóhullásban. Hóhullásban sok pihenül. Egy fia sem lesz így egyedül. Egyedül nem jön, nincsen kedve. Egyedül a hópihe, csak díteremnek. Egy maga nem jön, százan jönnek. Kavarog a sok pihe, hull millió, perdül és táncol, és kanyarog a hó. A földre leérve összefogóznak, toltunnának, láttakaromnak. Belepik az utcát, a tereket, a várost, Szentendrét és Budafok háros. Belepik a szigetet, belepik a ligetet. Összefogózva már nem didereg, már nem fázik a sok pihe csillag. Tol puha paplana, csillog villog. Alszik alatta a rét meg az erdő, könnyű a dunna, pihe puha felhő. Alszik a föld, és a földben a búza, hótakaróját magára húzza. Csend van, csend van, semmi sem otcan. Ág se roppan, cipő se koppan. Nyugszik és alszik a tél, meg a táj. Csak a hó, csak a hó, csak a hó muzsikál. Thank you.
Kis karácsonyfa gyertya, szép fehér, felül törött, talán semmit se ér. Abelén észrevenni már, hogy égett, de én mégse dobom el, mint semmiséget. A cirádáit, ferdességét, törött voltát, sok betegségét, mind tudom már, mind ismerem. Értéktelen, igénytelen. Szépsége, ékessége, ára nincs semmi. Mégse dobom el. Félreteszem karácsonyfára. Majd lángjában és szemem, s nem lesz nekem igénytelen, értéktelen. És akkor tudom, miért is élek ebben a nagy sötét világban. Hogy világítsom az én kis gyertyalángom előre Betlehem felé. És megváltatlan megváltóra váró sok ember szív dobbanjon meg belé. Kis karácsony fagyertja, szép fehér, felül törött, talán semmit se ér. De ha zöld fenyőről ragyog rád, a szívedet felviszi az égig, az eget meg lehozza hozzád. Adi Endre, kis karácsonyének. Tegnap harangoztak. Holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Szeretném az Istent nagyosan dicsérni, de én még kisfiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretére mégiscsak kiállok, de boldogok a pásztorok, s a három királyok. Én is mennék, mennék, énekelni mennék. Nagyok között kis Jézusért minden szépet tennék. Új csizmám a sárban százszor bepiszkolnám, csak az Úrnak szerelmemet szépen igazolnám. Thank you.
ez a karácsonyi készülődés az advent különböző közösségekben, egyénileg, családban és hát a város nagy közösségében is nyújt erre a lehetőséget, hogy együtt közösen tudjunk készülődni az egyik legvidámabb és legszebb keresztény ünnepünkre, arra az ünnepre, ami legnagyobb ajándékunk, ugye Jézus születése, amikor a Teremtő a saját fiát küldte ide a Földre, hogy megváltsa a világot, és hát rajta keresztül, az ő tanításán keresztül pedig létrehozza azt az igazi szeretett közösséget itt a Földön, amiben nekünk együtt kellene élni. Amiről mi sokszor megfeledkezünk, képtelenek vagyunk időnként szeretett közösségben élni, akár szűk baráti körben, vagy családi körünkben, és képesek vagyunk arra, hogy haragot tartsunk, vagy valakivel összeveszünk. Hát ezeket kell kiengedni magunkból, hiszen ő azért jött ide a Földre, hogy megtanítson minket arra, hogy szeretni kell egymást, hogy meg kell becsülni egyáltalán a létünket. Hát a karácsonyra készülődés és maga a karácsony ezt hozzá el nekünk mindig, minden egyes alkalommal. Ugye, hogy 2018 évvel ezelőtt, amióta a keresztény időszámítás elindult, és ezt az egész világ át is vette, az időszámításunk óta, Krisztus születése óta ezt az esélyt, ezt a reményt, ezt a lehetőséget mindig megkapjuk. Ezzel élnünk kell. Úgy gondoltuk néhány évvel ezelőtt, sok évvel ezelőtt, hogy mi ezt nem bízunk csak a családokra és az egyénekre itt ebben a városban, hanem úgy gondoljuk, hogy mi is egy olyan közösség vagyunk, egy olyan közös létben élünk ebben a városban, aminek örülni kell, amiért hálát kell adni, és amiben mindenkinek van felelősség és kötelessége, különösen nekünk választott városvezetőknek, hogy erre segítsünk az embereknek ráébredni, hogy teremtsük meg azokat az alkalmakat, azokat a találkozásokat, amikor közösen tudunk hálát mondani, közösen tudunk örülni, közösen tudunk készülni egy ünnepre, hogy ezzel is segítsük egymást. Én azt kívánom önöknek, hogy valóban tiszta szívvel, mindenféle harag és probléma nélkül készüljenek fel a karácsonyra, próbáljanak meg a szeretteik felé fordulni, és minél több időt velük tölteni. És önöknek nagy küldetése van, kedves idősebb polgártársaink, önöknek példát kell mutatni. Önöknek kell megmutatni a fiatalabbaknak, hogy igenis lehet időt szánni egymásra, igenis lehet türelemmel készülni, hogy a régi szokásoknak megfelelően, az igazi értékeknek megfelelően készüljenek a karácsonyra, vonják be a családtagokat, akik csak lehet, vonják be őket, a gyerekeket, az unokákat, vigyék, ragadják magukkal, hogy igazi misztériummal teljen ez az időszak, és egy nagyon boldog áldott karácsonyra legyen mindenkinek. Ezt szeretnénk, a város kapui megnyíltak, nyissák meg önök is az ajtójukat, nyissák meg a lelküket, a szívüket, engedjék be, hagyj jöjjön a Szent Család, hagyj jöjjön a kis Jézus, hagyj jöjjön a reményteli új idő, a megújulás, a boldogság, a szeretet, az igazi keresztény élet. Ezt kívánok önöknek, hogy ilyen szellemben, ilyen lélekkel ünnepelhessék a karácsonyt, áldott, boldog, szeretetteljes készülődést, és ugyanilyen áldott, szeretetteljes, boldog karácsonyt kívánok mindannyiunknak, a város egész közösségének.